Szeretettel köszöntök mindenkit! Ma az operációs rendszerek világával ismerkedünk. Hát nézzük először is, hogy mi is az az operációs rendszer. Az operációs rendszer egy olyan programrendszer, mely kapcsolatot tart a felhasználóval, a felhasználói programmal és a számítógéppel, és felügyeli ezek együttműködését. No, mit is jelent ez, miért is van erre szükség? Hát azért, mert a számítógép az csak egyeseket és nullákat ért. Az összes képet, filmet, szöveget, mindent erre fordít le, és ezzel dolgoz fel. Igen ám, de ezt az egyesek nullák sorozatát, amit a szakma úgy nevezne, hogy bináris kód, ezt viszont én nem értem, tehát nekem hiába mondják, hogy 1100, én abból nem fogom látni azt a szép képet. Tehát a kettőnk közé kell egy tolmács, ez lesz az operációs rendszer, aki ezeket a számokat olyan információvá alakítja, amit én érzékelni tudok. No de, miért ülök én le a számítógép mellé? Tehát például, hogy szöveget szerkesszek, internetezzek, tehát, hogy valamilyen felhasználói programot használjak, ami megoldja az én feladataimat, vagy segít a feladataim megoldásában. Tehát az én célom elsősorban az, hogy én a programommal tudjak kommunikálni. Igen ám, de neki is szüksége van az operációs rendszerre, mert hogyha mondjuk megírtam ezt a szöveget, ezt én elmentettem a számítógépre, tehát a hardwarebe, konkrétan itt belül a Winchesterre, ez nullák egyesek sorozatával el van mentve, tehát magyarul a felhasználói programnak is kell kommunikálni az operációs rendszerrel, hogy az át tudja adni ezt az információt a gépnek. Igen ám, de itt a legelső sorban azt látjuk, hogy ez egy grafikus felülettel ellátott operációs rendszer, ez a Windows, amivel mi ma foglalkozunk. Mit is jelent ez? Hát egy operációs rendszer alapvetően írásban, vagy pedig grafikus elemek segítségével kommunikál, cserél információt a felhasználóval. Annak idején régen volt a DOS operációs rendszer, ott konkrétan be kellett írni a parancsokat egy parancsorba, és ezeket tudta a számítógép végrehajtani. Hátránya volt, hogy nagyon kellett hozzá érteni. Ez egy grafikus felületű operációs rendszer. Azt jelenti, hogy vannak grafikus elemek, ezek a kis ikonok, amire ha rákattintok, akkor megnyílik egy program, és használatba tudom venni. Tehát az ikonok, azok kis képecskék, amire ha kattintok, akkor elindul egy program. Itt van a háttérkép. A háttér az nagyon fontos, az operációs rendszerben ezt a részt asztalnak hívják. Hogyha ez rikítő, éles színeket használ, akkor az embernek nagyon rontja a szemét, és az idegállapotát is változtatja egy idő után, igen, ideges és fáradt lesz tőle. Tehát fontos, hogy egy olyan hátterünk legyen, ami szemkímélő, szembarát. De igazándiból a kommunikáció, az igazi információcsere, az bizony a tálcán található startmenün keresztül történik, tehát a startmenüre kattintunk, ott van az összes programunk indító ikonja, és itt van az összes számítógép beállítási lehetőség is, tehát hogy például milyen háttérképem legyen, és így tovább, amin keresztül a gép lehetőségeit ki tudom aknázni. Igen ám, de itt ez a start menü a tálcán van, ez az alsó sáv. Az egyik vége a start menü, a másik vége az pedig az aktuális dátum időpont, illetve még a hangszóróról, a hálózatról is találunk itt információkat, illetve az éppen futó programokat, itt van a tálcán, az éppen futó programokat is látjuk, tehát látjuk, hogy itt nekem most két futó programom is van, az egyik az egy böngésző, a másik pedig a szövegszerkesztő. Tehát akkor az operációs rendszer grafikus eleme a háttér, vagy asztal, az ikonok és a tálca. No, de mi igazándiból minden egyes programot ablakként látunk, hát itt van egy egyszerű szövegszerkesztőnek, a Wordpadnak az ablakja, ezen magyarázom el a részeit, és utána itt vannak azok a feladatok, amiket mi ma meg fogunk oldani. No, hát akkor kezdjünk is hozzá. Első feladat, indítsd el a Wordpad és a Paint programot. Hát elindítom a Wordpadot, start menü, és elkezdem beírni a nevét, hogy W-vel Wordpad, és akkor már ki is jött, hogy Wordpad. Fontos, hogy ne a Word-öt indítsd el, mert az egy sokkal nagyobb program, ez kell nekünk, rákattintok. És itt van. Hát akkor majd a Paint-ot egy picit később.
Ismerkedjünk meg ezzel a programmal. Ez itt a címsora, itt van a programnak is a neve, a címe, és ide az van írva, hogy névtelen, tehát most ide beírom azt a szöveget, hogy ismerkedjünk az operációs rendszerrel, és akkor én ezt most el is mentem, File menü, és itt van, hogy mentés másként, és betalózom szépen az én Winchesteremet, azon belül is a munkamappámat, és ennek a fájlnak az lesz a neve, mondjuk, hogy demo, ez egy bemutató mentés. És azt látjuk, hogy ha el van mentve a fájlunk, akkor itt a neve itt van a címsorban. Tehát a címsorban van a program címe és a fájlunk címe. És aztán még vannak itt ikonok. Ezzel az ikonnal, ami jobbra a harmadik, ezzel tudjuk leküldeni a tálcára. Tehát, hogyha mögé akarunk nézni, ott is van valami hasznos információ, mondjuk egy másik program, a Paint. Akkor most hozzá tudok férni a Painthoz. Viszont ha előveszem a Word padot, az ugye letakarja, tehát így tudunk a programoknak szólni, hogy adja át a helyét a másiknak, tehát ezzel minimalizálja. Igen ám, de hogyha én itt most nagyon dolgozni szeretnék, akkor ezt a második ikont fogom használni, így a teljes képernyőt lefedi, és akkor csak ezzel foglalkozom, innen is le tudom küldeni a tálcára, de itt látjuk, hogy ez a középső ikon ez megváltozott. A felső sorban egyedül ez az elem változik, ez viszont az előző méretet jelenti, tehát teljes méret, előző méret, ezzel meg ki tudok lépni belőle, most már nincsen Word padom, elindítom még egyszer, meg kell. Word pad. Oké. Hát elindítottam a programot, címsorról beszéltünk. Na most itt van egy fontos, ez itt a vezérlő menü. Minden egyes Windowsos ablaknak van a sarkában vezérlő menü, na most ez a Word egy picit kivétel, amin az ablak tulajdonságai állíthatók be. Helyzete, mérete, egyebek, erről majd még beszélünk. Minden ablak, általában az ablakok többségének van eszköztára, tehát a legfontosabb műveleteket, amit ő el tud végezni, de kihozzák, hogy egy kattintással elérjük, és aztán van egy szerkesztő terület. Tehát ez itt a menüsor, ezek itt az eszközikonok, és aztán nézzük meg az ablakot még továbbra is. Hogyha az egeremmel itt a szélére megyek, amikor ilyen, most lenyomom a balegér gombot, és így tudom lenyomott balegér gombbal egérrel átméretezni az ablakomat. Ugyanezt alul is meg tudom tenni, viszont ha a sarkát fogom meg, az okosabb, mert akkor egyszerre minden méretét tudom változtatni az ablaknak, és ez addig változik, amíg el nem engedem az egér gombját, most elengedtem, most már nem változik. Ha a címsoron nyomom le a balegér gombot, most lenyomtam, amíg nyomom a gombot, addig oda mozgatom az ablakot, ahova akarom. Igen ám, de előfordulhat az a szörnyű helyzet, hogy megbokrosodik az egér, mondjuk meghibásodik, és akkor nekem nincs egerem. Erre való a vezérlő, az ablak vezérlő ikon ez. No, hát én most lenyomom az Alt billentyűt a billentyűzetemen, a baloldali Altot és a szó közt. Erre kinyílt ez a menü, és akkor én most rámegyek a kurzor mozgató nyilakkal az áthelyezésre, Enter-t ütök, és akkor én ezt az ablakot oda mozgatom, ahova akarom. Így. Amikor Enter-t ütök, most megütöttem az Enter, akkor most már látjátok, hiába nyomom a nyilakat jobbra-balra, nem történik semmi, mert hogy letettem. Megint baloldali a szó köz, most rámegyek a méretezésre. Enter-t ütök. Rámutatok az aljára, és most a kurzor mozgató nyilak segítségével tudom változtatni az ablak méretét. Ha azt mondom, hogy ez a méret, ez már nekem tetszik, ez jó lesz, akkor Enter-t ütök, és akkor megvan a mérete is. Igen ám, de én most szeretném elővenni a Paintot, és még mindig nincsen egerem. Na, erre is van egy billentyű kombináció. Ha lenyomom a baloldali Altot, és a billentyűzet bal oldalán a Caps Lock billentyű feletti billentyű, amin van egy balra, meg egy jobbra mutató nyíl, ennek az a neve, hogy tabulátor, tehát folyamatosan nyomom az Altot, és hogyha megnyomom a tabulátort, akkor előjön a futó programok listája, és hogyha én itt a tabulátorral tudok lépkedni, és kiválasztom azt, hogy melyikre akarok, itt engedem el, és akkor ő van felül. Na most megint lenyomom az Altot, tabulátorral visszalapozom a Word padot, és akkor most ő van felül,
billentyűről is tudjuk ezeket az ablakokat kezelni. Jó, tehát akkor itt már gyakorlatilag meg is oldottuk az első négy feladatot. Le is van írva egy zárójelbe a megoldás, start menü, beírom a program nevét, elindultak, váltogas, ugye ezt az alt tabulátorral tudtam váltogatni a kettő ablak között, majd pedig alt szóközzel kinyitottam a vezérlőmenüt, úgy méreteztem az ablakokat. Na most, ez a rész ez megvan, menjünk tovább. Nézzük az ötös feladatot. Hozz létre egy munkanevű mappát az asztalra. Hát itt az asztal egy üres pontján jobb egérgombot kattintok, azt mondom, hogy új mappa, és beírom, hogy munka, enter. Ezzel létrejött egy üres mappa. Ha duplán rá kattintok, akkor megnyílik. Nyisd meg a munka mappát, és hozz létre bele egy szövegállományt adatok TXT néven, mely tartalmazza a nevedet. Hát akkor elkapkodtam. Úgy nyitjuk meg ugye a munka mappát, hogy duplán rá kattintok. Megnyílt a mappa. Na most itt a területén, ahol kiírta, hogy mappa üres, jobb egérgombbal kattintok. Azt mondom, hogy új. Itt van, hogy szöveges dokumentum. Bal gombbal kiválasztom. És ide beírom, hogy adatok. A .txt-t azt ő oda tette. Van, ahol ez nem látszik, hogy oda tette. Ez beállítás függő, ezt most hagyjuk. Tehát most létrehoztam egy üres szövegállományt. Ha erre bal gombbal duplán rákattintok, megnyílik. Látjuk, hogy itt a címsorban a program neve az, hogy jegyzettömb, a fájl neve az, hogy adatok txt, itt van a menüsora, és akkor itt a szerkesztő felületen bele tudom írni a nevemet. Nagy Zoltán. Enterrel új sorba lépek. Na de nagyon fontos, hogy most nevesítsük el ezt az információt, ezért el is mentjük. Fájl menü, mentés. Akkor most becsukom ezt az ablakot, és hogyha még egyszer megnyitom, akkor bizony már benne van ez az információ. Jó, megcsináltuk a hatos feladatot, hetes. Töröld le, majd állítsd vissza az adatok TXT nevű állományt. Rendben van. Hát jobb egérgombbal rákattintok, és azt mondom, hogy törlés. Adatok TXT letörlődött. Hát akkor nézzük meg, itt van a kuka. Ilyenkor a számítógép a lomtárba teszi, hogy ha meggondolnánk magunkat, most duplán rákattintottam, akkor innen még vissza tudjuk szerezni, tehát te is, ha kidobsz valamit a kukába, akkor onnan vissza tudod venni, egészen addig, amíg ki nem öntöd a kukát a nagy kukába, mert onnantól kezdve már nem hozzáférhető az eszköz. Hát itt most ezt úgy állítom helyre, hogy rákattintok jobb egérgombbal, és azt mondom, hogy visszaállítás. Látjuk, hogy innen eltűnt, lomtárat bezárom, és már látom is a munka mappában, de hogyha be lenne zárva, akkor megnyitom, hogy bizony itt van az adatok TXT-ben van. Egyébként erről a fájlról még, hogyha itt körülnézünk, azt is látjuk, hogy egy kilobájtos szöveges dokumentum, és 2020. november 27-én 11 óra 38 perckor hozták létre. Na, nézzük a feladatlapunkat tovább. 7-es megvan, 8-as, töröld a munka mappát, mely... majd végleges törlésként ürítsd ki a lomtárat, végül zárd be a WordPadot és a paintot. Hát a WordPadot, paintot már bezártuk, akkor ürítsük a lomtárat, tehát akkor először is becsukom a munkamappát, munkamappát letörlöm. Rajta jobb egérgomb, törlés. És akkor a munka, a lomtár ürítése, az úgy a legegyszerűbb, hogyha be se lépsz a kukába, hanem itt kívül jobb egérgombot nyomsz rajta, és kiválasztod a lomtár ürítése parancsot, de ha már beléptél, elindítottuk a lomtárat, akkor itt van a lomtár eszközök, itt van a lomtár ürítési parancs, hát én ezt most még nem fogom kiüríteni, de tehát jobb egérgomb lomtár ürítése parancsal ki lenne ürítve. Nézzük, van-e még feladatunk. Ellenőrizd a gépet vírusírtóval. Na, ezt most nem fogjuk megtenni, mert nekem van egy saját vírusírtóm, ami máshogy működik, mint a tietek, ezzel most nem foglalkozunk. Kapcsold ki a számítógépet. No, a kikapcsoláshoz, ha esetleg nincs egerünk, akkor lenyomjuk a Ctrl billentyűt, a bal alsó sarokba CTRL billentyű, és fölötte a felső bal szélső billentyűt, az Escape-et, a ESC-t, Ctrl Escape, meg kinyílt a start menü. Természetesen ezt egérrel is meg tudjuk tenni, csak tudjál róla, hogy a Ctrl-Escape billentyű kombináció is kinyitja, és akkor a leállítás itt van, hogy főkapcsoló,
és leáll, és nagyon kérem, hogy gyerekek, ne kapcsoljátok alvó módba, meg újraindítás, hanem mindig így állítsátok meg a gépeteket, és akkor nem fogja fölöslegesen fogyasztani az áramot a szünetben. Hát én ma ennyit akartam mutatni, köszönöm szépen a figyelmet!